Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy hogyan csökkenthetjük a cukor iránti vágyunkat, és hogyan állhatunk át a cukorból történő energia előállításról a zsírokból történő energia előállításra. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ahhoz, hogy fejben el tudjunk indulni ezen az úton, először is tudatosodnia kell bennünk, hogy a cukor egy kábítószer, egy ugyanolyan drog, mint a kokain, csak ez legális. Amikor már valamit nagyon sokan fogyasztanak, tehát a társadalom nagyobbik része eszi, issza vagy szívja, akkor az legális lesz. Így lett legális a fűfogyasztás Hollandiában és az Egyesült Államok egyes államaiban is, mert már olyan sokan fogyasztották, hogy hát akkor legálissá tették. Tehát nem attól legális vagy nem legális, hogy valami, hogy mi van benne, hanem attól, hogy a társadalom nagy része fogyasztja-e vagy sem. A cukor csak azért nincs kábítószernek minősítve, mert már évezredek óta a társadalom, az emberek nagy része fogyasztja, eszi, issza. Ha elképzeljük most azt egy pillanatra, hogy a Földön senki sem fogyaszt cukrot, vagy magas cukortartalmú ételeket, például gabonából készült ételeket, tehát ezek nem lennének elterjedve, és egyszer csak hirtelen megjelenne valahol a cukor, és titokban az emberek elkezdenének cukrot enni, akkor az állam ugyanúgy kábítószernek minősítené, mint mondjuk valamilyen szintetikus drogot. A cukor betompít, elveszi az energiádat, rombolja belül az ereidet, a májadat, a vesédet, majd miután pár percre felnyomta a dopaminodat, megemeli a kortizoladat, ami stresszt, szorongást és feszültséget okoz. Tehát rengeteg olyan hatása van, mint a különböző kábítószereknek. És pontosan ezért nem tudják nagyon sokan abba hagyni a cukorfogyasztását. Hogy mi a cukor, hogy miben van sok cukor, arra most nem térnék ki itt részletesen, készítettem róla videókat korábban, azt javaslom megtekinteni. De cukor minden olyan étel, amihez kristálycukor van hozzáadva, a gabonából készült ételek, a tészták, a kenyér, a burgonya, a kukorica, a rizs, az édesgyümölcsök, a szirupok, szörpök, a mézek is. Nagyon sokan nem tudják, hogy milyen jól érezhetnék magukat a bőrükben, ha végleg elhagynák a cukorfogyasztást. Ha elhagyjuk a cukor bevitelét és helyette magas állati zsírtartalmú ételeket kezdünk el fogyasztani, a testünk néhány napon belül átáll a cukorból történő energianyerésről, a zsírokból történő energianyerésre, tehát semmiféle különösebb dolog nem történik, csak a testünk átvált egy másik fajta energiaforrásra, egy olyanra, ami sokkal hatékonyabb, sokkal, de sokkal egészségesebb és lényegesen kevesebb gondot okoz a szervezetünkben. Ezt az állapotot nevezzük egyébként ketózisnak. Nézzük meg most 9 olyan módszert, teendőt, megoldást, amelyeket ha betartunk, akár végleg abba hagyhatjuk a cukorbevitelt, és átállíthatjuk a testünket a zsírokból történő energia felhasználásra. Az első fontos szabály, hogy az evés éhessé tesz. Minél gyakrabban eszel, annál inkább éhes leszel. Onnan tudhatod, hogy leszoktál a cukorról, hogy nem vagy éhes, illetve sokkal később leszel éhes. Ha mondjuk a cukorfogyasztás alatt 3-4 óránként voltál eddig éhes, akkor ha átállsz a zsírokból történő energiafelhasználásra, lehet, hogy pár hét után már csak naponta egyszer leszel éhes, esténként, vagy az is lehet, hogy csak 2 naponta. Ha el akarjuk hagyni a cukrot, akkor fontos első lépés, hogy hagyjuk először is abba a nasizásokat, tehát a főétkezések közötti egyéb étkezéseket, és álljunk át például napi 2 étkezésre. Határozzunk meg 2 étkezési ablakot, például az egyik legyen dél körül 12 és 1 óra között, a másik pedig az esti órákban mondjuk 6-7 óra között. Aztán, ha ez már nagyon jól megy, később át lehet állni egy olyanra is, hogy csak egy 4-5 órás étkezési ablakot hagyunk magunknak, tehát mondjuk délután 4-től este 8-ig étkezünk. A nap többi részében max vizet vagy teát iszunk. Ez az egész azért fontos, mert bármit is eszünk, az valamilyen mértékű inzulin választ okoz a testünkben, ami folyamatosan úgymond serkenti a cukor iránti vágyat. Egy 3-4 evőkanál almamecet kevés vízben elkeverve képes csökkenteni az éhségérzetet, tehát segíthet abban, hogy az átállás kezdeti szakaszában jelentkező éhségérzet ne zavarjon be. Ígyunk születlen almaecetet, ha lehet, és alapvetően bármikor fogyaszthatjuk étkezés előtt, közben és utána, vagy akár étkezéstől függetlenül is. Az almaecetet bevihetjük almaecet kapszulával is, ajánlom a figyelmedbe a Manna Vita almaecet kapszulát, ami krómot és gyógynövény kivonatokat is tartalmaz még pluszban. A harmadik javaslatom a cukor iránti vágy csökkentéséhez és a cukor elhagyásához,
hogy meghatározzuk azokat a helyeket, ahonnan jó minőségű, magas állati zsírtartalmú ételeket tudunk beszerezni, megvenni. Ugye, ha elhagyjuk a cukrot, nem marad más lehetőség, mint állati zsírból pótolni az energiát, tehát az úgy nem elegendő, hogy ugye nem eszünk cukrot, szénhidrátot, és nem eszünk zsírt sem, mert egy idő után elgyengülünk, illetve egyéb negatív tüneteink is lehetnek. Kiváló állati zsírforrások a mangalica szalonna, a tojássárgája, a vaj, a gívaj, a kecskesajt, a lassú lángon legalább 6-7 órán átfőzött húsleves, vagy csontleves, a kocsonya, a lazac, a szardinia és a zsírosabb marhahúsok. A zsírosabb marhahúsok, sztékhúsok biztosítják egyébként a legjobb fajta zsírt és fehérjét az emberi szervezet számára. A feldolgozott ételek közül például ott van a szalámi, a kolbász és a virsli. Úgy építsük fel tehát az étkezéseinket, hogy ezekből az ételekből valamelyikből vagy akár többből is mindig eszünk, amikor étkezünk. Amíg átállnak a sejtjeink a cukorból történő energianyerésről, a zsírokból történő energiafelhasználásra, 1-2 hétig lehetnek negatív tüneteink, mert ha évtizedek óta csak cukorral táplálkoznak a sejtek, szükségük van arra, hogy újra megtanuljanak zsírból energiát nyerni. Főként a nagy energiafelhasználással bíró szerveink, például az agy, érzi meg egy picit ezt az átállást, így lehet agyitompaság és koncentráció romlás egy pár napig. Ezért célszerű fogyasztani olyan zsírokat is az első pár hétben, amelyek nagyon könnyen és gyorsan alakulnak át energiává. Ezek közül a legjobb az MCT olaj, amit kókuszolajból vagy pálmaolajból állítanak elő. A kókuszolaj is jó egyébként, csak nem annyira hatékony. Ha folyamatos stressznek vagyunk kitéve, nem sok esély van arra, hogy meg tudjuk szüntetni a cukor iránti vágyunkat, és el tudjuk esetleg hagyni a magas szénhidrát cukortartalmú ételek fogyasztását. Ez azért van, mert a kortizol, a stresszhormon cukrot szabadít fel, tehát növeli a vérben a cukorszintet, ami tovább fokozza a cukor az édesség iránti vágyunkat. Tehát amikor stresszesek vagyunk, amikor szorongunk, az lényegében olyan, mintha cukrot ennénk. Ez az egyik legerősebb érv amellett, hogy rendezzük a stresszt az életünkben, mert különben nem tudunk a legfőbb betegség okozótól, a cukortól megszabadulni. Egyébként a stressz ugye nem egy külső tényező, szerintem, hanem 100%-ban egy belső dolog. Ugye két ember ugyanabban az élethelyzetben van, mégis az egyik nevet vidám, míg a másik szomorkodik, vagy idegeskedik, vagy szorong folyamatosan. Ha a stresszt ugye külső tényezőkre fogjuk, tehát valaki másra, soha nem tudunk tőle megszabadulni, mert a külső tényezőt, a másik embert nem tudjuk irányítani, csak saját magunk, csak saját érzéseink felett van igazából hatalmunk. Ha gyógyszereket szedünk, szintén nehezen tudunk megszabadulni a cukortól, mert nagyon sokféle gyógyszernek is hasonló hatása van, mint a stresszhormonnak. A legproblémásabbak a prednizolon, tehát a szteroidos gyulladás csökkentők, a szorongás ellenes gyógyszerek és az antibiotikumok. A zöldségbevitel nagyon sokaknál kulcsfontosságú lehet a cukorról való leszokáshoz. A következő történik. A vastagbélben lévő sok milliárdnyi baktérium vajsavat, másik nevén butirátot állít elő, mely vegyület az egyik legfontosabb vércukor normalizálunk. A belegben a baktériumokat a zöldségekben lévő rostokkal tudjuk leginkább táplálni, tehát zöldségeket fogyasztva tudjuk növelni a számukat, és a zöldségek segítségével tehetjük őket erőssé és sokszínűvé, azaz, hogy sokfajta baktérium legyen. Tehát ha le van romolva a bélflóránk, bármi miatt is, nagyon nehéz lesz a cukorról leszokni, mert nincs elegendő baktérium a beleinkben, hogy elegendő vajsavat állítsanak elő, a vércukor megfelelő normalizálásához. Tehát ha valószínűleg a bélflóránk le van gyengülve, együnk napi szinten sok zöldséget és szedjünk probiotikumot is. A cukorról való leszokás és a zsírra való átállás folyamatában megnő az igény a szervezetünkben az ásványi anyagok és a vitaminok iránt. Ez azért van, mert amíg cukrot eszünk, pláne ha sokat eszünk belőle és már évek, évtizedek óta, nagyon sok ásványnak és vitaminnak leromlik a hasznosulása a szervezetünkben. Úgy is mondhatjuk, hogy el vannak nyomva. Tehát amikor átállnak a sejtjeink egy sokkal hatékonyabb működésre, azaz már nem cukorból, hanem zsírból nyernek elsősorban energiát, ezt úgy tapasztalhatjuk meg, mintha megnőne a vitaminok és az ásványok iránt az igény, pedig valójában csak az történik, hogy helyreáll az egyensúly, tehát ez a normális állapot. Itt a 8. pontban az az üzenetem,
hogy együnk minél tápanyagdúsabb ételeket. A tápláló ételekről, húsokról készítettem korábban videókat, ha pedig erre nincs mindig lehetőségünk, pótoljuk pluszban az ásványokat és a vitaminokat. A legfontosabb pótolandók a fő ásványanyagok, a nátrium, tehát a só, a kálium, a magnézium, a kalcium, illetve a vitaminok közül a B-vitaminok. És végezetül tegyünk meg mindent azért, hogy ne ingereljük magunkat a cukorral, és növeljük az akaraterőnket. Amikor cukrot fogyasztunk, serkentjük az agyunkban az örömöt és a boldogságot okozó hormonok termelődését. Tehát a cukorfogyasztást sokan egyfajta jutalomként élik meg. Ha egy hormonból rendszeresen sok van, rezisztencia alakul ki vele szemben a sejtekben, tehát ugyanazon hatás eléréséhez egyre több kell belőle, egyre többet kell fogyasszunk belőle, jelen esetben egyre több cukor kell. Ez az egész folyamat egyeseknél kemény függőséget alakít ki, ami akár annyira erős is lehet, hogy az emberteste rendesen követeli a cukrot, és ha nem kapja meg, komoly negatív tüneteket produkál. Ugye az elején említettem, hogy a cukor teljes mértékben rendelkezik a kábítószerek tulajdonságaival, ezek a hatások tovább erősítik ezt a tényt. Ahogy sok drogból is egyre több kell ugyanazon hatás eléréséhez, úgy a cukorból is egyre több kell ugyanazon hatás eléréséhez. Ahogy a drogfüggő remeg a kábítószerért, ha nem kapja meg, ugyanúgy a cukorfüggő is remeg a cukorért, ha nem kapja meg. Itt a megoldás az, hogy fel kell építenünk magunkba egy erős elhatározást, hogy elhagyjuk a cukrot. Ne menjünk bele olyan élethelyzetekbe, amelyek valószínűleg cukorfogyasztásra fognak minket csábítani. Ne nézzük a tévében, interneten olyan ételekről szóló képeket, videókat, amelyek szintén cukorfogyasztásra vennének rá. Nagyon sok reklám is ilyen. Ne tartsunk otthon magas szénhidrát, magas cukortartalmú ételeket. És ne kövessük a többséget, mert a többség az mindig a szenvedés útján jár. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és hozd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!